Oszlopsor zárná a romák lakta városrész egyik utcáját Szekszárdon, amire az önkormányzat szerint a forgalom lassítása érdekében van szükség. Az ott lakók azonban úgy vélik, az oszlopsor is megnehezíteni az életüket, ugyanis nehezebben jutnának el a kórházba és a városközpontba. De szerintük a mentőknek is kerülniük kellene, ha a romák lakta városrészbe kapnak riasztást. Ez úgy mond Chicago. Az önkormányzati választás előtt néhány nappal jelentek meg az utcát lezáró vasoszlopok Szekszárd romák lakta város részének határán, megdöbbentve az ott élőket. Nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy a romákat elrekesszék. Csak ilyen megfontolásból gondolom én. A roma és nem roma közösség tagjai itt békében élnek egymással. A helyiek ráadásul innen közelítik meg a kórházat, óvodát, iskolát. A vasoszlopok miatt azonban csak 2 kilométeres kerülővel jutottak el az intézményekhez. Ki is szedték az oszlopokat, ám ezután újabb meglepetés érte a lakókat. Én úgy értesültem erről a dologról egy önkormányzati dolgozótól, hogy ide betonfalat akarnak húzni a magyarok és a cigányok közé, ugyanis zsákutca tábla van kitéve. A környéken gyorsan elterjedt a betonfal építés híre, hatalmas felháborodást kiváltva a helyiekből, akik értesítették az Éjjel Szekszárd Egyesület képviselőjelöltjét. Ezáltal, hogy el vannak különítve, ezáltal az ő ingatlanjuknak az árait még lejjebb verik, illetve a mellette lévő, ahogy a romák fogalmaznak, magyaroknak is az ingatlanját, az ingatlan értékét alább szorítja. Nem kell ide falgettót csinálni. Ebben pedig egyetért a szekszárdi városrészben roma és nem roma, annak ellenére, hogy a Chicagón kívül élők egy nyári baleset után kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy az önkormányzat találjon megoldást az utcában száguldozó autók lassítására. Semmilyen alapja nincs annak, hogy ezt el szeretnék továbbra is zárni. A helyi roma kisebbségi önkormányzat képviselői a hivatalos dokumentumokból úgy tudják, nem épül betonfal az utcában. Megalakul az új bizottság, ahol majd döntenek arról, hogy ide fekvőrendőrt raknak le, hogy megakadályozzák a balesetünket. Igazából egy fekvőrendőrrel nem lehet egy irányosítani egy utcát. A betonfalépítés tervét az önkormányzat is cáfolta, ám a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője szerint fekvőrendőrről sincs szó. Merc László híradónknak azt mondta, az illetékes bizottságban a lakók kérésére egyhangú döntés született a vasoszlopos lezárásról. Az utak üzemeltetése a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, ők hoztak egy ilyen döntést, hogy a Halas utcát egyirányosítsuk, és választjuk le a Vasvári utcától úgy, hogy a gyalogos közlekedés természetesen zavartalanul folyhasson. A romák lakta Halas utcában jelenleg is 30-as tábla és több fekvőrendőr is lassítja a forgalmat. A Vasvári utca pedig a tábla szerint zsákutca.